Köszöntöm Önöket, az MBN Televízió KED esti híradóját látják, már is mutatjuk főbb híreinket. Energetikai fejlesztés, közel 132 millió forintból újul meg a sátoraljaújhelyi Jókai Mór általános iskola. Finom italok, ízletes ételek, koncertek és több ezer látogató a 10. Füzéri Pálinka Fesztiválon. Félig tele a pohár, szakmai műhely foglalkozás sátoraljaújhelyen a gyógypedagógia területén dolgozó szakembereknek. Újabb oktatási intézmény energetikai korszerűsítése történik meg pályázati támogatás segítségével Sátoraljaújhelyen. A város önkormányzata a Jókai Mór általános iskola megújítására közel 132 millió forintos forrásban részesült. A program keretében szigetelik az épületet, nyílászárókat és radiátorokat cserélnek, valamint napelemes rendszert is telepítenek. A beruházás az iskola épület gazdaságosabb fenntartásához vezet. Az általános iskolák közül már csak a Jókai Mór intézmény volt az, amely mindez idáig kimaradt az energetikai fejlesztések sorából. Sátoraljaújhely önkormányzata egy pályázati lehetőséget kihasználva most ennek az épületnek a fejlesztésére is megteremtette az anyagi forrást. A közel 132 millió forint értékű munkálatoknak köszönhetően nem csak, hogy esztétikusabban néz ki majd az iskola homlokzata, de költséghatékonyabbá is válik a fenntartása. Nem utolsó sorban pedig a komfortérzet is jobb lesz az oktatási intézményben. Ugyanaz valósul meg, mint más közintézmények, mint más iskolák esetében. Nyílászárót cserélünk, födémet szigetelünk, homlokzatot szigetelünk, hiszen a cél a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, és ez úgy érhető el a közintézményeknél, hogyha költséghatékonyabban fűtési rendszer, kevesebb energiával lehet kifűteni az épületeket, ehhez pedig óhatatlanul szükséges, hogy a jobb hőtechnikai mutatókkal bírnak az épületek. Ez valósul meg a Jókai iskolában, és azért a tapasztalati eredmények azt mutatják, hogy egy 25-30% megtakarítás is elérhető, ugyanez már nem az önkormányzat büdzsét segíti, hiszen nem mi vagyunk a fenntartók, nem mi fizetjük a fűtésnek a díját, hanem a tankerület ezen iskola esetében is, de ettől függetlenül, ha szigorúan nézzük, a nagy közös zseb, a nagy állami kasszába ez megtakarítást ér el. A beruházás gyümölcsét leginkább a Jókai Mór általános iskolában tanuló gyerekek és az ott tanító pedagógusok élvezik majd. Idén 10. alkalommal rendezték meg Füzéren a Zempléni Szabad Pálinka Fesztivált. Két napon át számos kulturális és szórakoztató program várta az érdeklődőket. A szervező Füzérközség önkormányzata a programsorozat keretében adta át azt a szabadtéri színpadot is, ami nagyszabású koncerteknek ad majd helyet ezek után. Természetesen idén is nagy érdeklődés kísérte a hegyköz aranyának is nevezett pálinkákat. Ebben az esztendőben is volt minden mi szemszájnak ingere. A 10. alkalommal megrendezett Füzéri Szabad Pálinka Fesztivál keretében nem csak a különlegesebbnél különlegesebb hegyköz aranyának is nevezett pálinkákat kóstolhatták az érdeklődők, hanem számos programból válogathattak. Idén is a régió területéről a két nap során több ezren vettek részt az eseményen. Ennek kapcsán az is elhangzott, egyedi programként van jelen a Pálinka Fesztivál a térség életében, ami további újdonságot is fel tudott mutatni idén. Hát a 10. éven elértük az első este a 3000-es látogatószámot a Kovalszki és a Vega koncertjén, tehát ez önmagáról beszél. A fejlesztés, amelyet végrehajtottunk, és az ünnep alkalmával most kerül átadásra, felszentelésre, megáldásra, ez pedig az ide látogató turistáknak a rendezvény programját fogja szolgálni. Úgy gondolom hosszú távon, valamint a helyi lakosoknak is a közösségi rendezvényeinknek lesz a helyszíne, és a nyári színházi estéknek, amelyeket tervezünk. Ezt a programunkat is régóta tervezünk, ennek a helyszíne is ez a rendezvénytér lesz. Ahogy a polgármester fogalmazott, vannak elképzeléseik arra vonatkozóan, hogy miként tudják fejleszteni a fesztivált és a kiszolgáló helységeket. Perényi Zsigmond Innovációs és Technológiai Minisztérium Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkára ennek kapcsán hozzátette, Kelet-Magyarországon a turisztika lehet a kitörési pont. A következő fejlesztési ciklusban minden régiónak és kistérségnek szeretném, hogy meglegyen a saját fejlesztési elképzelése. Olyan dolgok, amik mondjuk Nyugat-Magyarországon fontosak, vagy ami Magyarországon fejleszteni kell, vagy ami Nyugat-Magyarországon lehetőség, az nem biztos, hogy itt lehetőség, és nem biztos, hogy itt fontos.
Ezért minden térségnek, kistérségnek meg kell legyen a saját koncepciója. Én azt mondom, hogy Zemplén, és főleg a hegyközség, az mindenképpen turizmusra kell, hogy épüljön. Egy fajta magyar Toszkánát szeretnénk itt építeni, és itt a vár továbbfejlesztésének nagy szerepe van. Úgyhogy az első ütemet sikeresen lezártuk, most már kezdődik a második és a harmadik ütem. Ahogy előbb képviselő is fogalmazott, az a cél, hogy az egész vár meguljon. Én úgy hiszem, hogy nem elég építeni, hanem programot is kell adni. Ez a modern turizmusnak a lényege itt hegyközben is. Hihetetlen mennyiségű beruházás történt, akár csak a Füzéri várat nézem, vagy a környező történelmi objektumokat, várakat. De nem elegendő, hogy helyreállítsuk, hanem programokat kell szervezni. Ez a háromnapos fesztivál megmozgatja nem csak Észak-Kelet-Magyarország pálinka szerető embereit, turistáit, hanem Budapestről és Debrecenből is jönnek. És ez mutatja igazán, hogy ez a jövőnk, ennek a térségnek a jövője, a turizmus minden válfaja. Az esemény iránti érdeklődést bizonyította az is, hogy a hideg és az egész napos esőzés sem vette el a látogatók kedvét attól, hogy részt vegyenek a programokon. Csak betartható ígéreteket mondanak a Fidesz-KDNP Sátoraljaújhelyi csoportjának képviselőjelöltjei és a polgármesterjelölt is, olyanokat, amelyek megvalósíthatók és a megkezdett utat folytatja. Hangzott el a Sátoraljaújhelyi kampányrendezvényen, amelyet az elmúlt héten tartott a csoport. A rendezvényen Kövér László, az országgyűlés elnöke mondott kortes beszédet az indulók mellett. Az eredmények felmutatása mellett a megkezdett út folytatása, a cél és a tét Sátoraljaújhelyen hangzott el a Sátoraljaújhelyi Fidesz-KDNP csoportjának kampányrendezvényén. Szamosvölgyi Péter polgármester jelölt arról beszélt, hogyan lehet megtartani azokat az ígéreteket, amelyek valós célok a városban követhetők, és csak együtt képviselőtestülettel közösen érhetők el. Budapesten is arról szól a kampány, hogy vannak-e alkalmas jelöltek, vagy alkalmatlanok-e. Nálunk mindenki bizonyított, minden képviselőtársam tudja, hogy mi a feladata, mi a dolga, eddig is tette, ezután is így fogja tenni, mint ahogy a város vezetése és kollégáim is ezt fogják tenni. Mi nem zsákba macskát árulunk, hanem eredményeket szeretnénk újra és újra felmutatni. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy polgármester választás, hiszen valljam be én is, elsősorban a polgármesterre van kihegyezve minden ilyen választás. De én tudom, 21 év alapján, hogy ez önmagában édeskevés. A fórumon Kövér László mondott kortes beszédet a városvezető és az induló jelöltek mellett, ahogy fogalmazott, a tét nem 5 évről, de az itt élők életéről szól. Eléggé megerősíti a bizalmat, és az elmúlt választások eredményeinek a számszerűsége az azért mutatja mindezt, igazolja mindezt, és talán a következő választásra is jó esélyeket mutat. Hiszen, ahogy polgármester úrról már részben elmondtam, hajlandó mindent megtenni a saját közösségeért, az akkor is, amikor egyébként civilizáltan, de konfliktusokat kell vállalni. Tisztességéhez, megbízhatóságához nem férhet kétség. A 21 év tükrében, fényében, tapasztalatról egyáltalán vitatkozni, vitát nyitni talán értelmetlenség is lenne. A jövőre vonatkozó elképzeléseit nem a szavaiból kell kiolvasni, hanem az eddig végrehajtott, befejezett beruházásokból, fejlesztésekből, a mögötte levő tettekből lehet kiolvasni, hogy van-e a jövőre nézve elképzelése. A fórumon arra kérték a résztvevőket, hogy buzdítsák választásra a rokonaikat, barátaikat, és felhívták a figyelmet a párt megyei listájára is, amelyen a negyedik helyen Szamosvölgyi Péter szerepel. A hegyközi Nyíriben lakossági fórumon mutatkozott be a település független polgármesterjelöltje Orbán József. Ennek keretében dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és Németh Zsolt az országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke is ellátogatott az eseményre, ahol támogatásukról biztosították a jelöltet. Az is elhangzott, hogy Orbán József a turizmus területén szeretne jelentős fejlődést elérni a közel 400 fős településen. A hegyközi Nyíriben lakossági fórumra várták az érdeklődőket, amelynek keretében Orbán József független polgármester jelölt beszélt megvalósítandó terveiről. Elmondta, hogy bár nem a településen született, mégis számára fontos, hogy annak fejlődését, fejlesztését elősegítse. Ezért is tartotta fontosnak, hogy független jelöltként elinduljon a helyhatósági választáson, tette hozzá.
5 évvel ezelőtt költöztünk ide Nyíribe a feleségemmel, és kijelenthetem, hogy erős szálak kötnek ide a faluhoz, erős felnőttkori szálak. Itt lettem családapa, itt van az otthonunk, itt születtek a gyermekeink, és óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy ezek az emberek befogadtak minket, és felkértek, hogy induljak polgármester jelöltként, és örömmel elfogadtam a felkérést, mert egy kicsit megakadt ez a szekér, ami itt van Nyíribe. És szeretnénk az, hogy utolérjük Pusztafalut, Kovácsvágást, és hogy ne egy település legyünk a hegy közben, hanem a település. A turisztika a legfőbb célkitűzésünk, minden lehetőség adott. Itt megy a Kassa, Sárosfata kerékpárútvonal, a Kék túra, és angyalbandi legendája, és ezekre lehet építeni, és szeretnénk is. Az eseményen részt vett Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke is, aki elmondta, Nyírinek sok adottsága és lehetősége van arra, hogy a turizmus területén fejlődjön. Nagyon fontosnak tartom, hogy a választók is érzékelik azt, hogy itt nem babra megy a játék, nem arról van szó, hogy politikai csatatérré változtassuk az önkormányzatokat, hanem arról, hogy ahol elindult a fejlődés, ott folytatódhasson. A helyi, a középszint, megyei szint, választókerületi szint, illetőleg az országos szint együttműködésével, illetőleg ahol egy kis alvás és csend honolt, ott pedig sikerüljön elindítani azt a fejlődést, ami egyébként számos településen tapasztalható szerte az országban. A térség országgyűlési képviselője szerint Orbán Józsefet szívesen támogatja a Fidesz-KDNP pártszövetség. Nagyon fontos, hogy összehangolva próbáljuk megfejleszteni Hegyközt, tehát nem csak egy település, hanem Hegyköznek több tucat települése van, Fűzértől Sátoraljóhelyig, és ez fontos, hogy minden település érezze a turizmusnak ezt a jótékony hatását. Ezért fontos, hogy olyan önkormányzatok legyenek, akik összehangolják a munkájukat, akik figyelnek egymásra, és itt lehetőséget kapnak a magyar turizmus fejlesztési programjából, illetve a Magyar Falvak programjából is. Nyíriben vasárnap 326 választópolgár járulhat majd az urnákhoz. A Sátoraljóújhelyi Pedagógiai Szakszolgálat, illetve a Piarista Tanoda volt a házigazdája annak a szakmai műhely foglalkozásnak, melyet Félig tele a pohár címmel rendeztek meg a városban. A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Miskolci Tankerületi Központnál című pályázati program keretében. A több állomásból álló programsorozat célja, hogy a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás szakfeladat ellátásában közreműködő szakemberek szakmai, módszertani és tudományos ismeretei bővüljenek. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei pedagógiai szakszolgálat 16 tagintézményéből azon szakemberek vettek részt a Sátoraljóújhelyi műhely foglalkozáson, akik a gyógypedagógiai, korai fejlesztés és gondozás, valamint a konduktív pedagógiai szakfeladatot látják el. A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Miskolci Tankerületi Központnál című pályázati program keretében több műhely munka is zajlik a különböző szakfeladatokhoz igazítva, de a cél egy. A szakemberek bővítsék ismereteiket, illetve erősödjön egymás közötti szakmai kapcsolatuk. Ezek a szakmai műhelyek arra jók, hogy itt a kollégák, valamint az ágazatközi szakemberek tudjanak találkozni, bővíteni tudjuk a módszertani ismereteinket, szakmai tudásunkat, konzultálni tudjunk egymással, valamint hogy a speciális igényű gyermekeknek és hátrányos helyzetű gyermekeknek az ellátásában minél szélesebb körű ismeretet tudjunk átadni, minél inkább nyitottak legyünk a különböző új dolgokra, innovatív eljárásokra. Az új helyi foglalkozás jelentősége abban is megnyilvánult, hogy a Miskolci Tankerületi Központ, illetve a megyei pedagógiai szakszolgálat igyekszik, hogy helyi szinten is megvalósuljon a súlyosan, halmozottan sérült gyerekek ellátása. Azzal, hogy helyileg megkapják az ellátást, és nem kell a gyermekeknek, illetve a szülőknek annyit utazni, ez már én azt gondolom, hogy nagy előny és nagy lehetőség, de ahogy mondtam is, igyekszünk minél inkább specializáltan odafigyelni a lehetőségekre, és biztosítani ezeket az ellátásban.
Az újhelyi műhelymunka a súlyosan halmozottan sérült, illetve az autista gyerekek speciális táplálásának lehetőségeire, módjaira irányult. A témában a budapesti korai fejlesztő központ munkatársai tartottak előadást a megjelent szakembereknek. Nagyon különbözőek a nehézségek, vannak gyermekek, ahol ezzel nincs probléma szerencsére, van, ahol csak az a probléma, hogy az önálló táplálkozás nehezített, ezért hosszabban kell segítenie a szülőknek az ő evését. Van, ahol már a nyelés is igen nehéz, nehézkes, akár veszélyes is, és így szondatáplálásra szorul a gyermek, úgyhogy nagyon nagy a tárháza annak, hogy milyen típusú gyermekek vannak. Ha autizmus diagnózisról beszélünk, akkor nem egy betegségről, hanem egy eltérő fejlődésről beszélünk, és ez az eltérő fejlődés ez az élet minden területére kihat, és így természetesen az étkezésre is, és ez így akár mi a háttere az evés nehézségeknek, egy szülőnek ez mindig nagyon érzékeny pont, hiszen nem csak ételt, hanem a szeretetünket is igyekszünk odaadni a gyermeknek, amikor etetni, táplálni próbáljuk. A pályázati program következő eseménye jövő héten lesz Újhelyben, amikor is a jelzőrendszer szerepe, a bántalmazással kapcsolatos gyámhatósági eljárások, illetve a gyermekbántalmazással kapcsolatos rendőri feladatok lesznek a középpontban. Híradónk végén mutatjuk főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Energetikai fejlesztés közel 132 millió forintból újul meg a sátoraljaújhelyi Jókai Mór általános iskola. Finom italok, ízletes ételek, koncertek és több ezer látogató a 10. Füzéri Pálinka Fesztiválon. Félig tele a pohár, szakmai műhelyfoglalkozás sátoraljaújhelyen a gyógypedagógia területén dolgozó szakembereknek. Önök az MBN Televízió kedd esti híradóját látták, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk majd Önöket. Most időjárás jelentés következik, de maradjanak aztán is az MBN Televízióval. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!